Sziasztok! Újvári Bence vagyok, és egy nagyon jó kis kalandra invitállak benneteket, ugyanis másfél kemény hónap áll a hátam mögött, másfél hónapja a magyarországi harcsa tilalom miatt nem voltam horgászni. Most kijöttem, ez az első nap, lássuk, mit lehet kihozni ebből a horgászatból. Nem csalás, nem ámítás. Olyan vihar csapott itt le a régióra, hogy elkezdtem helyet keresni, de láttam, hogy olyan szinten beborul, hogy azonnal ki kellett jönnöm gyorsan összerakni a tábort és rendet rakni. Most egy picit csillapodott, szóval irányba folytatom a helykeresést, és mutatok mindent. Ahogy említettem, másfél hónapja nem voltam horgászni, nem voltam a vizen, ezért ilyenkor egy kicsit úgy kell eljárni, mint hogyha egy teljesen új vizen lennénk. Nagyon nagy segítségünkre lehet hábója használata, ugyanis megyek, pásztázom a területet, nézem a szonárt, nézem a töréseket, nézem a struktúrát, az akadót, és ha valami olyat látok, amit szeretnék meghorgászni, akkor nagyon egyszerű, kidobok egy hábóját, így pontosan meg tudom jelölni azt a helyet, amiből beleszerettem. Sokan ezt elhanyagolják, nem használják, pedig nagyon nagy segítség lehet számunkra. Minden alkalommal van legalább kettő nálam. Volt már három is, csak legutóbb egyet elhagytam. Szóval ezt alkalmazzátok, mert nagy segítség lehet. Még itt a vihar előtt találtam egy nagyon jó kis akadót, szó szerint körbehatárolható, van egy tisztás benne, pontosabban kettő. Úgy döntöttem, hogy ezt a kettő tisztást fogom meghorgászni spanolós módszerrel, állított bottal, illetve egy felszíni csővel nyílt vizet, pontosabban a akadósor legszélét fogom meghorgászni. Nagyon érdekes, mert elég lapos itt előttem a pálya. Mögöttem látható akadó az olyan 80-90 méterre van a parttól, és szépen lassan jön lefelé a vízmélység. Kezdetben ilyen 60-70 centi, de van egy markáns törés, amikor lemegy ilyen 1-8-1-9-es vízre, és itt az akadóknak a tövében is közel 2-es víz van. Szóval nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Hábójákat most nem kellett kidobni, mert struktúrát fog horgászni. Aztán meglátjuk, hogy mit ad ez a változékony idő. Kezdetben a felszíni cső lesz az első, hogy be lesz húzva. Alsó horogra, ilyen jó pofa hal fog menni. Simán itt szépen átvezetem a hátulján. Természetesen egy tűzőgumival letűzöm. Védni. És felső horogra valamivel kisebb hal megy. Szintén átvezetem, szintén egy letűző gumi, és akkor ez így fog kinézni. Lerakom a felszíni csövet. Jó. Okay. És szépen elindulok kifelé. És ez így szépen be fog állni. Arra ügyelek, ne húzzam víz alá az úszót, viszont pont határvonalon tartsam a zsinór feszességét. Ide értem a helyre. Elég nagy a szél, és itt muszáj gépészkedni. Hát itt ez a konzol. Szakadó zsinort már belekattintottam. Sima felcsalizott horog,
Erriggel. Indulás kifelé. Ott látjátok, hogy arra jó kis akadóra húztam rá. Ide érkeztem a második bothoz. Ugyanaz a feladat, mint az előbb. Szakadózsinort beakasztjuk. Eligazgatjuk a csomót. Elindulunk kifelé. Minden a helyén, botok élesek, innentől már csak a halakon a főszerep. Egészségetekre, horgásztársak! Hajrá, halak! Elment. Valamiben éreztem, hogy akad a zsinór. És elindultam a csónakba szállak. És el is vágta a főzsinór. Egy ilyen halvesztés után nehéz lenne bármit is mondani, de az a baj, hogy ez egy olyan keserű pirula, amit előbb-utóbb minden harcsahorgásznak meg kell tanulnia lenyelni. Na mindegy, bot visszakerült a helyére, szóval innen várom a folytatást. Ennyi fért ebbe a horgászatba. Éjszaka, mint láthattátok, még visszavittem a cuccot. Semmilyen további kapás nem történt. Ahogy mondtam is, ez sajnos egy olyan keserű pirula, amit meg kell tanulni lenyelni. De nem vagyok elkeseredve. Revansot fogok venni, és ígérem, jelentkezek még. Ebbe a horgászatba most ennyi fért. Találkozunk a vízparton. Sziasztok! Újra itt vagyok. Úgy zártam ugye az utolsó videót, hogy elment egy jó halam, és azt mondtam, hogy ezt a keserű pirulát meg kell tanulni lenyelni. Ez most a revans pillanata. Betört a kánikula. Aktív harcsázás lesz. 35 fok a levegő hőmérséklete. 27-28 fok a víz. Az a durva, hogy a legutóbbi kalantól eltelt 6 nap, szóval megpróbálok revansot venni. Kutyogatás lesz, gyertek!
miért is szeretem ezt az aktív horgászatot? Hát a válasz pofon egyszerű. Egyrészt nagyon eredményes tud lenni, nagyon akciódós tud lenni, nagyon izgalmas tud lenni, és ami a legjobb, hogy kevés a eszközigénye. Itt van nálam egy jó kis kutyogtatófa, egy darab vertikális horgászbot, 20-30 szál madály, kutyogtató csali, kesztyűfogó, más nem is kellhet. Lássuk, hogy az első igazi kutyogós peca mit ad számomra. Uaj, de szép! Csak megadta a gyümölcs. Elkezdett szakadni az eső, és a semmiből felrobbant a pat. Yes. Na hát, mint láthattátok, múltkor volt egy nagyon jó kapásom, sajnos meglépett. Kijöttem, hogy hát ha sikerülne fogni valamit aktív módszerrel, és már-már feladni akartam, aztán semmiből jött ez a gyönyörű hal. Remélem, hogy a fárasztásból fogtok látni valamit. Nem mértem,
körülbelül 160 centi, nagyságrendileg 30 kiló, ez fantasztikus élmény. Polip, nadálcsali, kutyogtatás. Na hát, köszönöm szépen az élményt. Ugye nagyra.